Csapó indul, sziasztok, jó reggelt kívánok! Hú, nagyon érdekesen indul ez a mai nap, már 4 óra környékén felébredtem. Egyszer nem tudtam aludni, annyira izgatott voltam, mert ugye tegnap is volt megkeresés, nem is egy, ti is hívtatok, hogy figyelj, segítsek, voltak hármasok, meg úgy volt föliratkozó, regisztráció, tehát nagyon érdekesen megy a nap, és szerintem a következő hetekben még jobban fog ez fokozódni, és azt is elmondom nektek, hogy miért. Azt mondja, hogy ötödik résznél vagyunk, ha minden igaz, online teremtés, és mai címe vagy a motto az tulajdonképpen a hírlevelek napi rutin, de ennél sokkal tágabb lesz a dolog, csak valami köré kell, hogy építsem. Na most tudjátok nagyon jó, hogy mi rendszerrel foglalkozunk, tehát rendszerekkel, online értékesítési csatornákat építünk ki, és ugye nagyon sokan megkeresnek bennünket, főleg hálózatépítők, akik szeretnék globálisan építeni az üzletüket, illetve nagyon sokuknak megtetszik az a módszer, amit mi csinálunk. Na most ugye nagyon sok fizetett tréning van, haragszanak is rendesen ránk, hogy mi tulajdonképpen kiszivárogtatjuk a titkokat, de én azt hiszem, hogy szükség van most Magyarországon magyar nyelven legalábbis arra, hogy tényleg igazi információkat kapjanak az emberek. És szerintem ezért kár pénzt kérni, azért majd meg leszek kövezve, de én ezt így gondolom. Na most, ha hírlevelekre gondolok, ugye, hogy a napi kommunikációt a rendszeren belül mondjuk hírlevelekkel is lehet csinálni, akkor mindig arra gondolok, hogy amikor a testépítéshez egy kicsit összehasonlítom, vagy ráteszem, így analóg, vagy ilyen összehasonlítással, hogy nekem ez mindig egy gyenge pontom volt, vagy lusta vagyok. Na, tehát bevallom őszintén, hogy na most én írjak hírlevelet, azt még behelyezni hírlevélküldőbe, de még azt még különböző trükkökkel, és azt néztem meg, mint általában szoktam, hogy valami nem igazán úgy tetszik nekem, már nem a szószoros értelmében, hanem nincs kedvem úgymond hírlevelet írni, akkor mit kéne csinálni, hogy kéne gyorsítani a folyamatot, és rájöttem egy nagyon érdekes dologra, azt elkezdtem alkalmazni, és azért mondom, hogy a testépítéshez hasonlítom, mert például a testépítésben van az a pont, amikor a hasizmot kell csinálni. Tehát mindent nagyon szeret az ember, amikor a hasra kerül a sor, hát akkor úgy mindenki a végére hagyogatja, beszélgetek srácokkal az edzőteremben. És az egyik mesterem mondta, hogy figyú, nézd meg a gyenge pontodat, és a gyenge pontot kezd el erősíteni, és az egész rendszer egyre jobb lesz. Na, akkor mondom, ezt kipróbáljuk. Mind az edzésben, mind az online teremtésben is. És hát ugye bevallom őszintén, hogy én is sokáig elhanyagolgattam a hírleveleket. Megmondom miért, azért, mert nagyon jól működött ez a napi szintű kommunikáció, mai napig is nagyon jól működik, de ami a hírleveleket illeti. Amikor beindítottam a hírleveleket, na akkor megturbolizálódott a dolog. Ne kérdezzétek tőlem, miért. Egyszerűen azért valószínű, mert a sikeres emberek, mindjárt beírja Zoli szponzorom, hogy napi szinten küldenek ki minimum 1-től 8-ig hírlevelet. Napi szinten. Az internet milliómosok. Akkor úgy néz ki, hogy nekünk se kellene nagyon változtatni ezen, és hát akkor minimum egyet, de inkább többet érdemes kiküldeni. A Joel azt hiszem 2-t küld ki naponta, legalábbis azt látom, sokszor azt csinál, hogy ugyanazt a levelet kétszer is küldi, ami nem probléma, először nem tudtam, hogy miért, aztán rájöttem azért, hogy mert ez egy jó trükk, mert egy kicsit így kitűnik a tömegből, de ne szaladjunk előre. Ugye, amikor fölkeresnek bennünket, akkor mindig ilyen érdeklődve kérdezik, hogy hát mondjak már valamit az online munkáról, hogy kell ezt csinálni, meg mi ebben az a nagyon fantasztikus, hogy tényleg igaz az, hogy önműködően csatlakoznak az emberek. És tegnap is volt egy pár ilyen beszélgetés, és mindig visszakérdezek, hogy akkor most ki hívta a kicsodát, mert hogy szerintem most mondom, te hívtál engem, valaki külföldről hív, sőt, nagyon sokan külföldről hívnak, és mondják, hogy tényleg, és mondom, hogy ki regisztrált már be, úgyhogy már föl is hívott.
Hát azt mondja, én, hát akkor mondom, működik a dolog? Hát tényleg működik. De mégis, mik a titkok? És ugye a titok az, hogy úgy kommunikálni, hogy fölhívni magunkra a figyelmet, és ugye a bizalmi hidat erősíteni, ezt ugye már unásig hallottátok tőlem, de mindig az a kérdés, hogy oké, de mit lehet arról annyit beszélni, amit éppen csinálunk? Higgyétek el, hogy nagyon egyszerű trükk van erre, beszélgetni kell a disztribútoraitokkal, ha van már ugye egy pár embered, ha nincs, akkor meg a leendő disztribútorokkal, tehát azokkal is lehet beszélgetni, kérdezni kell őket, de utána már megfordul a dolog, ők fognak kérdezni nagyon sokat. És nekem például a reggeli tréningeknek a témáját mindig ti adjátok. Tehát nehogy azt higgyétek, hogy én vagyok így az okos, hanem egyszerűen, amikor kérdeztek valamit, akkor mindig inspiráltok engem, hogy na erről, na meg erről, na még erről is beszéljek. És hát ugye azért beszélek ilyen gyorsan, mert sok infót szeretnék nektek átadni, de nagyon-nagyon sokat. Hát most egész hétre előre tudom, hogy mi lesz a reggeli tréningen. Hogyha látnátok itt a bejegyzéseket, azért, mert mindig jön föl valami, ezt még nem úgy mondtam el, ezt még kellene másképp mondani, és azért akarlak benneteket ma is inspirálni erre, mert tudom, hogy problémátok van, hogy jaj, mit írjak a hírlevélbe, mindjárt mutatom a technikákat, amit el fogtok szívni, meg fogjátok látni, egy különleges módszert mutatok meg, akkor csak mi legyen a hírlevélbe, meg mi legyen majd 2 hét múlva a hírlevélbe, meg jó csinálom én ezt, tehát mit, hogyan kell csinálni. Na most nem titok, ez a napi rutinba kell ezt beilleszteni, és úgy kell beilleszteni, hogy ezt szeretettel, tehát hogy ne az legyen, hogy a hírlevélt, amikor olvassák, vagy hírlevelet, amikor olvassák, akkor látszik azon, hogy ja, ezt erőltetve írta meg valaki, vagy erőltetve volt a videó megkreálva, tehát nem biztos, hogy ezt úgy kellene, hanem erővel kell, élettel kell megtelíteni. Közben kitekintek már a... Oké, látom, Deme Tibi, te is itt vagy. Ma feltétlenül beszélni szeretnék veled, van egy ötletem a számodra. Tessük kontrollba, csak úgy mondom. Úgyhogy Tibi, majd ír már rám fészen, hogy ne felejtsen, mert tudod, pasiból vagyok. Na, szóval, hogyan kell akkor gyakorlatilag a hírlevelekkel bánni? Úgy kell megcsinálni, hogy ugye tegnap beszéltem, meg tegnap előtt is a Facebook csoportról. A Facebook csoportot meg kell ugye tölteni először is jó tartalommal, és legalább ilyen 10-15 tartalom legyen a Facebook csoportba, mielőtt kinyitnál. Tehát addig ne nyisd ki, még nincsenek rajta tartalmak. Na most, ezek a tartalmak lehetnek élő videók, lehetnek föltöltött videók, meg lehetnek beposztolt blogbejegyzések. Mind a hármat alkalmazzátok, hogyha lehet. Tehát élő videó, olyan, mint amit most csinálok, akkor legyen ugye föltöltött videó, amit ugye megcsinálsz simán, és akkor utána töltöd föl, és legyen olyan videó, ami ugye föl van téve a YouTube-ra, a YouTube-ról be van ágyazva a blogbejegyzésed, és a blogbejegyzésed van kiposztolva ugye az oldalra. Na most a blogbejegyzés az tulajdonképpen a leendő hírlevelek. Ezt nem tudom, tudtátok-e? Tehát az a technika, amit már sokan alkalmaznak, az a hírlevelekben egy olyan különlegesség, hogy nem kell mindent a hírlevél küldőbe betölteni, hanem csak a hírleveled elejét. Betöltöd, egy jó kis frappáns címet ad neki, a titok, amit ma elárulok. Hogy? És akkor tudod, amit el szeretnél árulni. Tehát mindig a frappáns cím legyen a hírlevélnek a címe. Ne mondj el mindent, csak egy pár dolgot, és kattints ide a folytatásért, tudod, kattints ide a folytatásért, és az vigyen át a blogbejegyzésedre. Ki tudja megmondani, hogy ez miért van? Miért jobb ez így, mint hogyha mindet elolvastatnál a Gmail posta fiókodba. Régen így csináltuk, de már egy pár évvel ezelőtt megtanultuk, hogy
érdemes átirányítani a blog oldalra. Akkor elmondom, azért, mert a lényeg az, hogy mindent átirányítani a blog oldalra, és a blog oldalon kell minden információt elolvastatni. Ezt írjátok föl nagybetűvel, hogy mindent átirányítani a blog oldalra. Ezért bizonyíték az, hogy nem elég csak egy hírlevél küldő rendszert használni. Ma már nem elég. Mert lehet, hogy elolvassa, de az esetek nagy többségében, ha nem jó a cím, meg nem jó az a pár bevezető kis mondatocska, nem fogja végigolvasni. De ha az a bevezető egy-két mondat az jó, akkor rá fog kattintani a kattints ide nevezetű folytatásra, és átirányítod a blog oldaladra, a blog oldalon pedig már különböző más infók is megtalálhatók, és ott fog ragadni, és lehet, hogy épp be is regisztrál. Tehát a lényeg az, a hírleveleken ne regisztráltassatok soha, mert az nyomulásnak tűnik, hanem adsz egy pici információt, olyan ez, hogy egy picit adsz, de nem adod oda mindet, és akkor ha neki kedve van, akkor már rákattint. Ez nagyon érdekes dolog, ez amikor udvarolsz a lánynak, és ott nem mondod azt, hogy na gyere az ágyikóba, hanem az egy kicsit úgy körbe-körbe járogatod, legalábbis a mi időnkben még ez így volt, lehet, hogy már most nem így van, de mi még hittünk az udvarlásba. De körülbelül ez a hírleveleknek a lényege, hogy úgy adsz egy pici értéket, és meghívod a saját virtuális házikódba, hogy ott a többit olvassa el. Ez nagyon-nagyon érdekes. Van egy nagyon érdekes trükk, ha feliratkoztok hozzám, akkor rögtön látni fogjátok, miről beszélek. 300 ilyen pixeles, azt hiszem jól mondom, hogy technikailag teljesen analfabéta vagyok, csak használom a cuccot. Tehát tudjátok, azokat a széles sorokat nem szeretik az emberek. Max az a 300 pixel, remélem jól mondom, 300 egység, inkább úgy mondom, nyit, amennyit elolvasnak az emberek, hogyha ezt úgy állítod össze, van erre kód is, hogyha beteszed, és akkor önműködően ez így beállítja, én úgy szoktam csinálni, hogy így megváltosom a sorokat, mert rájöttek emberek, hangsúlyozom, nem én találtam ki, hogy könnyebben elolvassák, úgyhogy egy pici mondat, megint egy pici mondat, megint egy pici mondat rész, tehát így szét van szabdalva az egész hírlevél, még hogyha keveset írsz, akkor is olyan soknak tűnik, de mégsem nyomulósnak, és nagyon gyorsan eljut az információ. Sokkal gyorsan, mint hogyha így végig kéne olvasni hosszú sorokat. Ez lehet, hogy most friss info, van, aki meg jót mosolyog már, hogy hát ezt már ilyen régóta alkalmazzuk, csak próbáld ki. Csak egy icipici trükk, és már megint lehet, hogy jobban konvertál, mondjuk egy hírlevél. Tehát, megírod a hírlevelet a blog oldaladba, mint egy blogbejegyzés. Ugye az első 8-10 hírlevelet érdemes rejtett menübe írni, most a technikát nem mondom, hogy hogyan, kérdezzétek a szponzit. És de utána a blogbejegyzések nyugodtan lehetnek hírlevelek. Kész. És innentől kezdve be tudod építeni a napi rutinba, mint ahogy én is csinálom, hogy megcsinálom a videót, föltöltöm ugye a YouTube-ra, és ugye, ahogy letettem a reggeli tréninget, már kezdem is ugye megírni a blogbejegyzést. Amikor már úgy körülbelül megcsináltam a blogbejegyzést, nem sokat írok, mert utálok gépelni, főleg ilyen rendőr módon, ilyen egyújasan, de lehet, hogy te szeretsz így írdogálni, tehát majd látod, hogy melyik a jobb neked, a videózás vagy az írás. A lényeg az, hogy csináld mind a kettőt, az a legjobb, és egy pici videó, egy pici blogbejegyzés, cselekvése felszólítás, hogy ugye itt tud bővebb információért rákattintani, meg tud nézni egy-két más dolgot is, ha gyorsabb információra van szükség. Nagyon fontos, hogy a fotótokat tegyétek a hírlevelek alá. Ez mind a hírlevél küldőrendszerbe be lehet tenni. És a blogbejegyzés alá is. Tedd be oda ilyen picibe, 150-150-esbe érdemes berakni a fotódat, mert olyan személyessé válik a dolog, hogy a végén ugye elköszönsz, és mondok még egy trükköt, írd oda, hogy
Így írjátok fel, hogy keresd meg a Facebookon, vagy üzenj nekem a Facebookon, megbeszéljük a te személyes stratégiádat. Most tök mindegy, hogy a mi üzletünkben vagy, vagy saját táplálékkiegészítős üzleted van, mindegy. Csak az a lényeg, hogy érezze a látogató, hogy vele, mint egy VIP, úgy fogsz foglalkozni. És ez igaz. Mert úgy kell foglalkozni mindenkivel, mintha VIP lenne, te ott a kamera túloldalán tudd, hogy nekem te VIP vagy. És régen az volt, hogy ugye odaírtak a telefonszámot is. Még tartottunk erről tréninget is. Ma már nem írjuk oda. Odaírhatod, csak ne csodálkozz rajta, állandóan csörögni fog. Tehát én nem szeretem. Én odaírom, hogy keress a Facebookon, és ahogy megtalál az emberke Facebookon és rám ír, akkor utána már gyorsabban fel tudjuk venni a kapcsolatot. Nézzétek meg, próbáljátok ki. Szenzációs. Miért? Menjünk a másik oldalra. Olvasod a hírlevelet, és nem szeretik az emberek fölvenni a telefont, mert nem is tudom, lehet, hogy... Te tudod, nem akarod zavarni, meg régen ugye elég költséges volt a telefonálás. De az, hogy rápötyögsz a Facebookon, hogy szeretnék veled beszélni, hogy szeretnék önnel beszélni, engem mindig így hívnak föl, hogy önnel, és mindig mondom, hogy tegeződjünk már, és annyira örülnek neki, hogy hát persze, de jó, hogy tegeződhetünk. És már megvan egy jó kis kontakt, már megvan egy jó kis beszélgetés, és ha hiszitek, ha nem, amikor idáig elér a dolog, hogy rávírnak, és ezért kell jó tartalmat, jó hírlevelet írni, mindjárt mondom, hogy még egyszerűbben tudjátok hírleveleket írni, az igen emberrel nem, hogy terhes lenne a beszélgetés, hanem egyszerűen így az energiaszinteret az egegig emeli. Így fantasztikus egy igen emberrel beszélgetni. Tegnap is volt rá nem egy precedens, épp Szlovákiából Tibor barátunk írt, egy házatépítő nagy csoporttal rendelkezik, és még nem is ismerte ezt a céget, amit mi ugye képviselünk, nem is tudta, hogy ez így létezik, vagy hogy lehet ez is. És annyira lelkes volt, és tényleg nekem csak meg kellett mutatnom az Aladdin csodalámpát, arra kellett vigyáznom, hogy sokat nem mutassak, mert egyszerűen kiugrott volna a telefonba az öröméből, és ez így is történt. Tehát értitek? Tehát az a szenzációs ebbe, hogy tényleg megfordul a folyamat. És soha nem felejtem el, amikor a Laci állandóan hívogat, hogy te figyelj, ez is működik, tényleg ez is. Akkor hív más is föl, hogy figyelj, ez tényleg engem keres, mert hát persze, mondom, hát be is regisztrált, képzeld el, Laci is így volt a hétfőn, vagy kedden. Na persze, hát most mit csodálkozol ezen, ez így működik önműködően. Tehát ezeket az apró trükköket használjátok a hírlevelekben, hogy folyamatosan tudjatok kommunikálni az emberekkel. És akkor most mondom, hogy mit kommunikálj hírlevélben. Van egy varázsmondatom, ezt úgy tanultam egy tréningen, hogy azt kell, mindjárt mondom, azt kell sugallani, hogy az ember, aki hallgat téged a videón például, vagy esetleg ír, akkor pont azt el tud kapni, amikor ő a kereső fázisában van, és éppen azon gondolkozik, hogy hogy kéne valamit megoldani. És hopp, az univerzum elé teszi a te hírleveledet, és pont azt olvas, amire ő kíváncsi. Ez a varázslat az egészben. És képzeld el, hogy ott ülsz a te a kamera túloldalán, kinézel az ablakon, nem tudom, nálatok milyen idő van, betyár hideg van, legalábbis nálunk, csúszik az út, most kinéztem az ablakon, havas a táj, tehát szép, meg jó innen belülről, de most, ha nekem el kellene mennem mondjuk, most tegyük föl Szegedre, innen Csongrádról, nem messze van, 56 kilométer, de bele kéne ülnöm az autóba, végigmenni az 56 kilométeres havas úton, mert nem öntakarítják a Szeged-Csongrádon lévő utat, nem autópálya, nagyon sok baleset van arra, elmenni egy olyan tárgyalásra, ami hát lehet, hogy nincs jó előkészítve, vagy ha elő van készítve, lehet, hogy épp megzavarják azt a tárgyalást, tehát nincs igazán regisztráció belőle. Utána hazajönni,
aztán eltelik az egész nap, ugye tankoltunk, szendvicset tettünk, vagy ott kajáltunk, vagy meghívtunk kávéra valakit, mind idő és pénz. Ahelyett, hogy összesűrítve azt, amit el szerettünk volna mondani esetleg egy tárgyaláson, ezt leírjuk esetleg egy hírlevélbe. És én azért szeretem ezt, mert mindig úgy beszélek, most is, hogyha észreveszitek, mintha te bőrödbe lennék. Ott ülsz a kamera túloldalán, és azon gondolkozol, hogy kéne ma beléptetni valakit. Tudod így, hogy kéne regisztrálni valakit. Kész, aki pontosan így van, hogy oké, Vili, jó, amit mondasz, de hát most hogy kéne beregisztrálni valakit? Hát nagyon egyszerű a dolog. Kezdj el problémát feszegetni. Ott ülsz, el kéne menni valahova, ahelyett, hogy használnál egy automatát, amit a napi szinten minimum fél óra ráfordítással, vagy legyen egy óra ráfordítással üzemeltetsz, akkor folyamatosan hívogatni fognak téged, és regisztrálni akarnak. Mondok egy másik példát. Tegyük föl, benne van egy szupi táplálékkiegészítős üzletben. Hogy kéne beregisztrálni valakit, tudod így? Akik ilyen fogyós üzletben vannak, ugye mindenkit ilyen nagyon kövérnek látnak, mert hát azt is le kéne fogyasztani, meg azt is, hogy kéne megközelíteni, tudod, és akkor próbálsz úgy beszélgetni, hogy minél hamarabb kicsikarjál belőle egy hát igen, én is akarok fogyni mondatot. Ahelyett, hogy elkezdenél arról beszélni, hogy te mennyire szenvedtél a túlsúlynak a problémáitól, nem bírtál menni, meg szuszogni, meg messze van a cipőfűző, meg mit tudom én, miket lehet írni, és hát úgy is tudod, hogyha duci vagy, és mennyire jó volt az a nap, amikor rátaláltál egy olyan videóra, ahol pontosan ugyanolyan ember, aki ült a székébe, alig bírt lábra állni, elterebélyesedett a has, vagy lenézett, akkor hát nem találta a micsodát, hogy hol is van, meg úgy az egész életet egy ilyen roncsnak találta, és csak úgy pötyögött a számítógépen, és hát majd valami üzletbe sikert elérni. És akkor hirtelen ráeszmélt arra, hogy valamit csinálni kell, mert a kerekes szék helyett, amit egyébként nem lenne muszáj használni, mert föl tudnék állni egyébként, és csak a súly miatt nem, elkezdtem egy programot. És akkor elmondod, hogy az első nap mit éreztél. Második nap, harmadik nap, csináltál egy 90 napos programot, lefogytál 34 kilót, fölálltál a székből, azóta tudsz menni, sóhajtani, egyre több emberhez másképp beszélsz, és megcsináltad a saját sikertörténetedet. Borzasztó egyszerű ez, csak az emberek mindig valami más kiutat keresnek, hogy nehogy véletlenül ezt így el kelljen mondani, vagy egyszerűen azért nem csinálják meg, mert baromi egyszerű. Hanem majd egy kicsit ezt is, vagy kicsit azt is, majd inkább azt csinálom, és akkor majd sikert érek el, és a közben 5000 üzletbe belekapcsolnak, vagy beleregisztrálnak, de semmi nem megy. Ahelyett, hogy csinálnának egy tesztet, 90 napos tesztet. Reggel néztem egy Arnold Schwarzenegger videót, egyébként ki is posztoltam, a Facebookra nézzétek meg, és ott elmondja Schwarzi, hogy ha minden nap egy óra hosszát egy olyan dologgal töltene valaki, ami azt jelenti, hogy bármit akar elérni az életbe, csak egy óra hosszát foglalkozon azzal, a megtanulásával és a megvalósításával, akkor mindenki elérni a sikert. És azért nem érik el, mert nem csinálják meg minden nap azt az egy óra hosszát. És most arra kérlek, nézd egy kicsit magadba, hogy becsatlakoztál a te üzletedbe, és tényleg célirányosan azt csinálod, amit kell abban az üzletben. Megtanulod, hogyan kell meghívni embereket? Megtanulod, hogy kell
megtartani embereket? Tehát magát a networkséget, hogyha network üzletben vagy, akkor megtanulod? Vagy csak úgy hallgatsz egy kis tréninget, aztán jaj, de jó, itt is voltunk, aztán és akkor eltelik az egész nap, és akkor még mindig nem értél el semmit. Ismertek esetleg ilyen embert? Tudom, hogy te nem, de ismertek ilyen embereket, akik beregisztrálnak, nagy sebben lobban, és akkor közben semmi olyan nincsen, ami tehát nem regisztrálnak, nem látszik semmilyen eredmény, de miért? Azért nem, mert nem csinálják ezt az egyszerű dolgot, hogy megnézni, hogy kell csinálni, megnézni, hogy tudom én ezt alkalmazni, és megcselekszem azt, amit naponta meg kell, minimum azt az 1 óra hosszát. Tudom, hogy most ez kicsit mellbevágó sok embernek, nekem is mellbevágó volt, amikor egyszer mondtam a szponzoromnak, hogy te figyelj, szponzi, én annyit dolgozok, figyelj, én ilyen nappal megyek is, és előadásokat tartok is, hú, és izé, minden. Azt mondja nekem a szponzi, oké, én ezt elhiszem, de hol vannak a volumenpontok? Ugye abban a cégben volumenpontokra mentek, a teljesítménypontokra mentek a dolgok is. Hát hiába dolgoztam én annyit, nem volt mögötte eredmény. Azt egyszer rájöttem, hogy mit kell csinálni. Ugye meg kell tanulni, megcselekedni, amit meg kell, és jön az eredmény. És tényleg ennyire egyszerű volt. Csak én mindent kitaláltam. Már elmentem 200 kilométerre arrébb, hogy tudjak ott tárgyalni valakivel, ahelyett, hogy leültem volna, és ott a helybéliekkel tárgyaltam volna. Ugyanezt csináltam online is, amikor hú, én most online, és akkor mindent megtettem, de nem írtam egy hírlevelet se, nem tartottam egy videót se. Csak úgy próbálgattam megbeszélni hármasokat, tehát offline próbáltam online dolgozni, ami nem ment, és szittem mindenkit, a rendszert, a szponzoromat, a izét, és akkor mondták, hogy figyelj csak, nézd csak, ez az ember sikert ér el. Mit csinál? És láttam, hogy mit csinálnak. Megcsináltak a 8 alaplépést, megcsinálták azt, amit meg kell, elkezdték üzemeltetni a rendszert, és működött. És én ezért mondom nektek, amikor én ezt elkezdtem használni, az első, sosem felejtem, az első éjjel 1576, majdnem 1600 dollárt kerestem az első éjjel. Csak azért, mert pontosan ugyanazt csináltam, mint a David Sharp annak idején, így elmagyarázott lépésre lépésre. Semmit nem változtattam róla azóta se. És akkor most kérdezem tőletek, akik esetleg még nem sikeresek, hogy van-e valami igazság benne, hogy hát tényleg nem megyek végig a videókon, nem néztem meg a VIP tagság, meg ugye beregisztrálsz hozzánk, van egy VIP csoportunk, ahol megnézheted az alapvideókat, az anyavideókat, én így szoktam mondani, amiről mi is tanultunk. Nézzétek meg! És ha bent vagy, ír magadnak, nem muszáj ide írni, hogy hány videót néztél meg. Nézed az összeset. Vagy ha megnézted, akkor kijegyzetelted, alkalmazod. És hogyha elkezdezek ezeket így alkalmazni, akkor én garantáltan el tudom neked mondani, hogy garantáltan lesz témád, hogy mit írjál a hírlevelekbe. Annyi témád lesz, hogy te jó Isten, már ezt is azt, és elkezded a hírleveleket írni. Ugye sok felől próbálom nektek megmutatni, hogy mit írjál a blogbejegyzésedre és úgy a hírlevelekbe, de érdemes feliratkozni is emberek hírleveleire azért, hogy lássad, hogy ők hogyan kommunikálnak. Nagyon érdekes tapasztalásokban lesz részetek. Mert ugyanis nagyon jó kommunikálnak emberek hírlevelekbe, de ott sokszor össze fogod tudni hasonlítani, hogy kinek a hírlevelét olvasod szívesen, meg kinek egyáltalán nem nyitod meg a hírlevelét. És innentől kezdve tudsz egy olyan hírlevél sorozatot gyártani, amit szívesen megírnak majd az emberek, vagy megnyitnak majd az emberek. Értitek? Tehát a lényeg az, hogy próbáld egy értékadó
hozzáállást gyakorolni, de ezt csak úgy tudod, hogyha hallgatod az anyagokat. Tehát összefoglalva, ott ülsz a kamera túloldalán most, szeretné embereket beregisztrálni, hogy mi az első lépés, tanuld meg ezt a rendszert. Nézd meg, hogy miket küldök én. Egyébként azért mondom, hogy iratkozzatok fel a hírlevelemre, mert pontosan végigvezetlek benneteket lépésről lépésre, nem kell vele kapkodni, de ne hagyjál ki egy levelet se, nyisd meg a hírleveleket. Ha nem tudod megnyitni, válaszolj nekem, hogy fie Vili, valami oknál fogva nem jönnek a levelek, bármi, mert lehet, hogy benn van a spam mappádba. Tehát végig kell menned először a folyamaton, mert akkor tudod saját adat is jól üzemeltetni majd. Tehát ezért mondom, hogy nyisd meg, iratkozz fel az én hírlevelemre, a Laci hírlevelére, az év hírlevelére, mert egymás leveleiből, kommunikációjából nagyon sokat fogtok tanulni. Nem neked kell okosnak lenni, hanem okosan kell használni az ötleteket, amiket a hírlevelekben kaptok. Szerintem ennél könnyebben még üzletet építeni, és főleg network üzletet építeni nem lehetett. Tehát sokkal könnyebb most online dolgozni ezekkel a rendszerekkel, mint most kiárkálni, meg leegyeztetni, meg előmarketingelni, hogy jöjjönnek el képzésekre, sokkal nehezebb. Úgyhogy jó körbe jártam ezeket a hírlevél cuccokat, napi rutinba tegyétek be, és higgyetek el, egyszer fölépíted a saját rendszeredet. Naponta egy óra hosszát foglalkozol vele, kényelmesen el lehet vele lenni, utána csinálhatod a saját életedet, edzhetsz, elmehetsz, ide-oda utazgathatsz, lesz pénzed is rá, meg főleg időd. Úgyhogy ennyi lett volna az a reggeli tréning, alkalmazzátok ezeket a módszereket, és jelezzetek vissza, hogyha van valami különleges kérés, írjatok nekem, el fogom mondani itt a reggeli tréningen, de kérdezzetek nyugodtan. Oké? Sziasztok, a teremtő erő legyen veletek, és találkozunk holnap is ugyanebben az időben.